Sziasztok, még mindig itt vagyunk az Eurovíziós Dalfesztivál sajtótájékoztatóján. Lil Szível, szia! Szia, szia! Mi a helyzet? Semmi, szuper, minden. Először is gratulálni szeretnék neked. Hát bejutottál a legjobb 30-ba, ez egy nagy dolog. Hát ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy dolog, és ennek nagyon-nagyon örülök. És hát nem is gondoltam, bevallom őszintén, nem is gondoltam volna, hogy én, nem is tudom, bekerülök vagy akármi, és hát nagyon-nagyon jó leszik, és nagyon jó érzésre tölt el. Szóval, hogy... De amúgy te is az a fajta versenyző vagy, akit jó ránézni ilyenkor, mert ilyenkor nagyon kicsattansz, úgy örülsz. Tehát vannak itt a rutinosabb rókák, azért akik bejutottak, hogy hú, hát ne, örültem, de azért kicsit sejtették, és hogy már hogy bennük van ez az elévülés. De te megörültél, tényleg nagy tapsot is kaptál, mikor volt, úgyhogy ez azért komoly dolog. Mi az a szám, amivel idejöttél? A szám címe Break Up, magyarul azt jelenti, hogy feltörni vagy kitörni. Mert ez a szám ez arról szól, hogy úgymond az életről, hogy nagyon sok ember szeretne abból az átlagos körforgásból tényleg takarító, mosogató, művész, festő, akárki, és most nem is magamból indulok ki, hanem tényleg az egész onnan jött, bevallom, őszintén az egész onnan jött, amikor Bostonból hazajöttem, visszagondoltam, hogy ott kint mennyire kemény a küzdés, meg mennyire kemény az, hogy feltörni, valaki, akárki feltörni, és én ezt azért hoztam ide is, mert ugyanúgy ez van itt is, hogy sok ember ki szeretne törni, feltörni, megcsinálni, csak az van, hogy nagyon sok ember gyorsan, hamarosan, és ami nem jó, feladja, és ez nem jó. És az a jó, hogyha kitartó egy ember, és táncilag, énekileg, mindenben, szóval ez is mondom, hogy mindenben, és hát ez arról szól, hogy van egy átlagos élete valakinek, és abból az átlagos körforgásból kitörni, és hogyha kitörsz, visszanézel, és azt mondod, hogy az élet már nem kell többé, mert te többre vagy hivatott. És ez a dal erről szól. Ezt próbálod majd átadni a nézőknek hamarosan. Igen. Mióta is élsz Magyarországon? Másan 9 éve. És akkor az olyan már átállt a magyar gondolkodásra, vagy még mindig Brooklyn szerint gondolkod? Ám átállt a Magyarország gondolkodás, mert már itt is lakom, itt élek, itt vannak úgymond a barátaim, nagyon szép leányzók is. Jobbak a magyar lányok? Be kell vallanom, nagyon szépek a magyar lányok. Ennyi. Yeah, beautiful lady. Beautiful girls, I love the world. I could be chasing, but my time would be waste. Cause they got nothing on you, baby, yeah. Azt a kegyetlen, hogy nedvesednek ott a lányok. Nagyon... Ez nem a Lil Szi, meg a Máté. My man. Köszönöm szépen az interjút, sok sikert továbbra is. Sziasztok. Sziasztok.